Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében ezen a csodálatos napunkon, alkalmunkon. Azért is csodálatos, mert két ilyen nagyon kedves fiatalnak a házasságkötésén vagyunk, és ez az ő életükben egy nagyon-nagyon fontos pillanat, és nap, és óra, ez az Isten tisztelet is. Azért is fontos, mert a házasságnak a kötelékére kell jöjjön egy isteni áldás, különben emberi erővel fenntarthatatlan, mint egyébként bármi más ezen a földön. És azért is fontos, mert a mi gyülekezetünk életében nagyon-nagyon sokat kellett várni arra, hogy legyen egy mennyegző, egy házasságkötés. Szóval mióta én itt vagyok, közel 20 éve ebben a gyülekezetben és itt Szeghalmon, még én nem szolgáltam mennyegzőn. Úgyhogy nagyon amatőr vagyok, és nagyon izgulok, de azért vagyok bátor, mert itt is Isten igéjére van szükség, és azért azt valamennyire ismerem a testvéreimmel együtt. Szóval egy döntő pillanathoz érkeztünk, egy fordulóhoz, annyit még azért előre bocsátok, főleg azok kedvéért, akik nem annyira ismerik a gyülekezeteink összetételét, hiszen itt a baptista gyülekezetek 5 településen élünk, és egy körzetet alkotunk, összefogunk nagyon sok mindenben, mint a mai nap szervezésében, munkálataiban is. És nálunk azért sok gyermek van. Nem csak Gáléknál, hanem a Kiséknél, a Simcsikéknél, a Frankéknál is sok gyermek van. Szóval lehet, hogy kihagytam egy-egy családot, elnézést. És mondtam is én már, hogy amikor ezek a gyermekek elkezdenek felnőni, és elkezdtek, mert már 20 év fölött vannak a nagyobbak, akkor itt aztán futószalagon lesz mennyegző. Úgyhogy jobb, hogyha kezdünk hozzászokni. Köszönjük, hogy utat törtetek nekünk. És mivel nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg egy isteni áldás nyugodjon meg a ti házasságotokon, amely egyébként már megköttetett, de még ez az isteni áldás váratott magára eddig az óráig, hogy ez az isteni áldás meglehessen, ezért vagyunk együtt, és hogy alászálljon a mennyből, és megkapjátok, és megkapjuk mindannyian, Kis Zoltán testvéremet, a körzetünk vezetőjét kérném szépen, hogy fáradjon ide ki a mikrofonhoz, és imádkozzon mindannyiunk nevében. Mennyei édesatyánk, hálát adok neked azért, hogy elérkezhetett ez a nap is. Uram, ez a házasság, te nálad köttetett az égben, a mennyben. És amikor Katit és Norbit te megformáltad az anya mélyben, te már őket egymásnak elkészítetted. Áldunk téged ezért. És kérünk arra, hogy ez a házasság hagyd legyen olyan, mint amilyen te vagy, Uram, a gyülekezettel. Hadd ábrázolja ki ebben a házasságban, ábrázolódjék ki ebben a házasságban, Uram, a te kapcsolatod, a te népeddel, fiad által, Jézus Krisztus által, és segíts, Uram, testvéreinknek, hogy betudják ezt a közösséget, ezt az áldott közösséget mutatni a világnak, gyermekeiknek. Köszönöm neked, hogy a gyermekeik is te benned fognak majd formáltatni a te akaratod szerint, és hadd élhessük meg, Uram, azt, hogy majd az ő gyermekeik is majd te benned kössenek házasságot. Jézus Krisztussal elsősorban, és majd azzal, akit nekik szánsz. Amen. Amen. Amikor én teljesen világi háttérből hitetlenként becsöppentem életem első gyülekezetébe, óriási felismerés volt az a számomra, hogy lehetett énekelni. Hát én nagyon szerettem énekelni az úttörő nótákat, amikor az iskolai énekarban énekeltem, és aztán ugye ez kimaradt az életemből, jött a diszkóvilág, meg a bluesvilág, azt nekem énekeltek. Én meg csak hallgattam. És amikor megtértem, hívő lettem, én kezdtem el énekelni. Na, ezt azóta nem hagytam abba, ez már azért 27. éve most az idén, és most ezt együtt fogjuk csinálni. Akiknél van énekeskönyv, vegyük elő a Hithangja énekeskönyvet, és az 581-es éneket fogjuk elénekelni.
Hoztunk itt az imaházból énekeskönyveket, nem tudom, hogy van-e még pluszban. Szét lettek osztva, nagyon jó. Nézhetünk akár ketten, hárman is egyet. Az 581-es ének egy családi ének tulajdonképpen, úgyhogy nem fogjuk végig énekelni, hanem majd később fogjuk végig énekelni, körülbelül egy-két év múlva, amikor az első gyermeknek a bemutatója lesz. Mert a harmadik verszak az gyerekről szól, az most még nincs. Úgyhogy az első kettő verszakát énekeljük el, 581-es Ó boldog ház. A Bibliából fogok olvasni egy alapigét, természetesen a házassággal kapcsolatban, Mózes első könyvének a második fejezetéből olvasom a 18. verset. Mózes első könyve, második fejezet, 18-as verse, Isten igéi rendi tiszteletből felállva hallgassuk meg az igét. Mózes első könyve, második fejezet, 18. vers. És mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te telve voltál szeretettel, és amikor ez a szeretet kicsordult a szívedből, nem tudtad magadban tartani, akkor te alkotni kezdtél. Létrehoztad az embert, a világot körülötte, a láthatókat és a láthatatlanokat. A te szeretetedet megformáltad, testet öltöttél annak, hogy legyen kifelé megmutatnod, kifejezned a te szeretetedet. És mi abból a teremtő és megváltó szeretetből, melyet megmutattál nekünk kiváltképpen a te fiadban, Jézus Krisztusban, ami Urunkban, aki meghalt a bűneinkért és feltámadott a mi megigazulásunkért. Ebben a megváltó és teremtő szeretetben részesíts ma minket, ezzel a drága két fiatallal együtt, mindannyiunkat. A te neved dicsőségére hadd történhessen ez így. Amen. Foglaljunk helyet. Hadd kezdjem egy személyes vallomást étellel. Nagyon izgatottan készültünk, hát a fiatalokkal együtt erre a mai napra. Elég sokat beszélgettünk arról, mi hogy történjen,
hónapokkal ezelőtt elkezdődött már az előkészületeknek a munkája, és én attól tartottam, hogy ahogy egyre inkább közeledik ez a nap, majd én egyre inkább fogok félni, és ez egész így történt tegnapig. És tegnap pedig elfogott engem egy nagy öröm. A szívem telve volt örömmel, telve volt az Úrral. Nagyon közel jött hozzám Isten, nem tudom igazán megmagyarázni, hogy miért, de hát ez Istennek a természete és szokása, hogy a Szentlélek által, mert most ő így van itt, ezen a világon, a Szentlélek által, oda megy az emberhez. És az egy megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan érzés, békesség, öröm, hát ez töltötte el az én szívemet tegnap. Aztán, hogy elérkezett a mai reggel, nem tudom, a romantikus hangulatom lett, nem is tudom, hogy miért, és hát gondoltam, hogy most is miután azért felkészültem mindennel, ideje korán elkészültem, gondoltam, hogy elmegyek futni. Hát én szeretek sportolni, 12 kilométereket szoktam futni, kimentem a gátra, a Berettyó partra, és futottam egy nagyot. És ez a romantika úgy elkezdett betölteni engem. És akkor megláttam a kis virágokat, fehér virágokat, a kis margarétákat a folyóparton, és eszembe jutott, hogy amikor mi 22 évvel ezelőtt a feleségemmel házasodtunk, akkor neki a mezőről hozattunk egészen friss mezei virágot, és az ő csokra, fejdísze az ilyen mezei virágból állt. És mondom, az én feleségem biztos örülne egy ilyen csokornak, hát leszettem a kis margarétákat egy csokorba. Igaz, hogy főszabály nálam, hogy a futást nem hagyom abba semmiért, de a feleségemért abba hagyom még azt is, és akkor összeszedtem ezt a csokrot. Majd mikor tovább futottam, megláttam sárga virágokat. Jaj, mondom, ezek még szebbek, mint ezek a fehérek. Na, akkor megálltam, szedtem sárga virágokat. Aztán tovább futottam, pipacsok következtek, a pipacsos rész. Na, ott is megálltam. Abból is szedtem egy csokorral. Már egész nagy volt a kezemben a csokor, mindig átkötöttem egy fűszállal, úgy, hogy gyerekkoromban csináltam, és mindig csak újabb virágok és újabbak jöttek hozzá, és a végén még nagyobb, még szebb sárga virágok jöttek, és beletettem otthon egy kis üvegbe, vizet öntöttem alá, és felvittem a feleségemnek az ágyba. Reggel. Azzal költöttem egy csokor virággal. Hát köszönöm ezt a romantikus érzést, hogy felébresztettétek bennem. Nem mintha csak ilyenkor törne elő azért belőlem, és csak azért mondtam el, mert a mesékben tudjátok, hogy meddig jutunk el, hogy a mesék nem azzal kezdődnek, hogy volt két gyönyörű fiatal, azok összeházasodtak. Nem ez a mese eleje, hanem az a mesének a vége, hogy megházasodtak. És az volt a kaland, amíg odáig eljutottak, hogy a király fi hogyan vette el a szegény hamupipőkét. És mikor ez megvolt, hogy elvette, akkor aztán éltek boldogan, amíg meg nem haltak. Most már el lehet őket szabadjára engedni, működik minden a maga rendjén. Na hát ez nem így van. Ez nem így van. Hanem a házasságnak tulajdonképpen az eleje, a könnyű, és azután jön a munka, amikor virágot kell szedni, meg egyéb. Én most adom a tippeket egyébként, hogy mit kell csinálni. Amikor majd jönnek a borongós napok, nem ilyen szép napsütés lesz mindig, szóval azon dolgozni kell. Mert a házasság egy olyan dolog, mint a kerted vagy az autód, amit nem csak úgy megveszel, aztán majd terem benne a gyümölcs, meg úgy megy minden magától, hanem azon dolgozni kell. Miért lett ilyen a házasság? Hogy indult el a házasság? Ma már egy-két dolgot a házassággal kapcsolatban hallottunk, azokkal, akikkel együtt ebédeltünk, megtudtuk, hogy mi az, hogy mennyegző, mi az, hogy házasság, mi annak a lényege. Most megnézzük, hogy miből ered a házasság, honnan van. A házasságot Isten találta ki. Amikor Isten megalkotta a világ mindenséget, és ez csak ő lehetett, szóval ezt az ősrobbanásos gyerekmesét jó lenne, hogyha már elfelejtenénk. Ez olyan, mintha még mindenki a Mikulásba hinne. Tehát ez a gyerekeknek pont jó. Én még soha nem láttam olyan dolgot, ami felrobbant, és abból valami összeállt volna. Olyat már láttam, hogy felrobbant, és szanaszéjjel hullott. Olyat láttam, de hogy összeállt volna, nem. Szóval amikor Isten megalkotta a világot, akkor mindig megjegyzéseket fűzött hozzá, amikor csinált valamit. Egyik nap, másik nap, harmadik nap. És ezek a megjegyzések egybehangzóan az a kijelentés volt, hogy jó. Isten megnézte, hogy mit csinált, és azt mondta, ez jó. És jó volt minden.
amit Isten alkotott. És megalkotta Isten először a férfi embert. És az úgy jó volt, az a férfi ember. Teljesen isteni munka volt, teljesen tökéletes volt. És akkor egy ilyet olvasok most itt a Bibliából, hogy mondta az Úristen, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Nagyon érdekes mondat ez. Nagyon érdekes mondat. Nem arról van szó, hogy Ádám azt mondta Istennek, kedves atyám, nekem nem jó itt lenni. Nem tudná valamit kitalálni? Nem ez volt. Ádám nagyon jól érezte magát egyedül. Köszönte szépen. Isten megnézte Ádámot minden nap. Jól érzed magad, gyermekem? Atyám, nagyon jó. Csodálatos, finom ételek vannak itt. Nagyon kedves állatok vannak itt. Mindennel meg vagyok elégedve. Vannak olyanok ma is, akik házasság nélkül is nagyon jól el vannak. Köszönjük szépen, nekik erre nincsen szükségük. Jól érzik magukat házasság nélkül. Isten pedig azt mondta, itt valami nincs rendben. Ez azért mégsem mehet itt tovább. Itt még valami hiányzik. Csak Ádám még nem tudja, hogy mi hiányzik neki. És akkor alkotott neki segítőtársat, hozzáillőt. Oda vezette Évát Isten Ádámhoz, és akkor megkérdezte, hogy na Ádám, jó? És azt mondta Ádám, Uram, ez nagyon jó, köszönöm szépen. Nagyon jót teremtettél. Hát még jobb, mint volt. Még jobb, mint volt. Na és akkor a mi mesénk itt körülbelül abba is be is fejeződhetne, hogy akkor éltek boldogan, amíg meg nem haltak. Egyébként pont addig éltek boldogan, míg meg nem haltak, csak ez a halál nem testileg állt be, hanem lelki értelembe állt be. Egy nagyon jó házasság volt, nagyon jól érezte magát benne Ádám, nagyon jól érezte magát benne Éva, nagyon jól érezte magát minden az egész földkerekségen, még Isten is a mennyben jól érezte magát, és az angyalok is jól érezték magukat. És aztán valami, mintha megváltozott volna. Gyermeket szült Éva, és ha megkérdeztük volna Évától, jó, hogy gyermeket született, akkor azt mondta volna, hát az nagyon jó, de nagyon fájt. Nagyon fájt. És nem úgy van megteremtve az ember, hogy neki bármi is fájjon, hogy meg kelljen halnia. Nem úgy vagyunk megteremtve. Ezért nem szeretjük a fájdalmat a mai napig, és a halált sem szeretjük a mai napig. Nem jó a halál, nem jó a fájdalom. Valami történt, tehát van ott jó is, de van benne valami olyan, ami megmételyezi, ami rosszá teszi. És aztán nevekedtek azok a gyermekek, született az egyik gyermek, született a másik gyermek. És tudjátok, mi a legnagyobb fájdalma az embernek? Amikor azok, akiket nagyon-nagyon szeret, egymást nem szeretik. Az nagyon nagy fájdalom. Amikor szereted az apukádat, és szereted az anyukádat, de az apukád és az anyukád egymást nem szeretik, az nagyon nagy fájdalom, az mély nyomot hagy egy életre. Ha szereted a kisfiadat, és szereted a másik kisfiadat, de ők nem szeretik egymást, akkor az nagyon-nagyon mély nyomot hagy egy életre. És volt egy nézeteltérés, Káin és Ábel között egy vallási nézeteltérés, és a Káin nagyon csapta Ábelt, és megölte. Na ez már tényleg elmondható, hogy nem jó. Nem jó. És utána egy csomó dolog történt a világ történelemben, a te történetedben és az én történetemben, amire azt kell mondjuk, hogy nem jó. Hogy jött be a nem jó? Hát úgy jött be a nem jó, hogy volt egy olyan fa, ami egyszerre volt jó, meg rossz is. És Isten azt mondta, ne tudd meg, milyen az,
amikor a rossz belekeveredik a jóba. Te csak a jót tapasztalad meg, én nem akarom, hogy belekeveredjen a rossz a jóba. Próbáljuk meg külön választani a jót a rossztól teljesen. Ne legyen olyan, hogy jó és rossz. De az ember azt mondta, próbáljuk már ki, olyan izgalmas. Na hát izgulhatott. És amikor a jó és rossz tudásának a fájáról szakított az ember, az nem azt jelenti, hogy nem lehetett okos, tehát ez butaság. Ott azt jelentette, hogy a rossz belemosódott a jóba. És a mai napig ezért az életünknek vannak jó oldalai és rossz oldalai. És az ember el tudja mondani, hogy nem jó, és az Isten el tudja mondani az emberről, amikor ránéz, nem jó az embernek egyedül. Sőt, azt is elmondhatjuk, meg Isten is elmondhatja, nem jó az embernek még a házasságba se, még családba se jó. Mert a gyerekek veszekednek, a szülők veszekednek, elválnak, megölik egymást, perpatvar van, összevesznek az örökségen, betegség, anyagi probléma, hűtlenség. Szóval annyi minden probléma bejön az ember életében. Nem jó, nem jó, nem jó és nem jó. És az ember próbálja ezt a nem jót, amit ti is éreztek, meg én is érzek, hogy nem jó. Próbáljuk ezt valamivel orvosolni. Még több bűn, még több élvezet, még több pénz, még több szex, még több nyaralás, még több szabadidő, még több sport, még több ital, még több drog, még több hobbi. És csináljuk ezeket, gyűjtögetjük ezeket, tapaszként tesszük a fájó, sajgó lelki részeinkre ezeket az összeharácsolt dolgokat, és próbáljuk gyógyítgatni magunkat ezzel, de nem lesz jobb. Azt gondoljuk, hogy ha több pénzem lenne, ha másik feleségem lenne, ha másfajták lennének a gyerekeim, ha új munkahelyem lenne, ha le tudnám cserélni a főnökömet, akkor minden jó lenne. És akkor lecserélem a feleségemet, a főnökömet, a gyerekemet akár, és azt látom, hogy nem jó. Nem jó. Salamon király volt a kora leggazdagabb embere. És Salamon királynak 700 hivatalos felesége volt, jó sok mennyegzőn kellett végigülnie, és 300-on, hát a Biblia szépen fogalmaz, másodfelesége. Hát ilyen partnere volt neki, 300. Normális feleségből volt 700. Na ezt így összeadom, 1000. És amikor leírja a könyvét, Salamon, a Prédikátor könyvét, akkor ezt az egészet felsorolja, hogy nekem kijutott az életből, én gazdag vagyok, én király vagyok, rangban is, aranyban is, asszonyban is, élvezetekben is, én nem nélkülözök semmit, de nem jó. Nem jó, olvassátok el a Prédikátor könyvét. Nem jó. Hiába való. Hiába csináltam ezt az egészet. Gürcöltem, okos voltam, tanultam, több diplomám van, sok feleségem van, király lettem, de az egésznek nincs semmi értelme. Egy kétségbe esett embernek a kiáltása a Bibliában, de jó, hogy benne van. Nem jó. Nem jó. És ma azt mondja Isten, nem jó az embernek egyedül. És azt mondod, igen, Uram, igaz, hogy mellettem van a feleségem, körülvesznek a gyermekeim. Van egy csomó jó cimborám, akikkel együtt pecázok, vagy iszok, vagy csinálok, amit csinálok, és mégis nagyon-nagyon egyedül vagyok. Egyedül vagyok. A házasságomban, a családomban, a társadalmamban, a környezetemben, a lakóhelyemen. És Isten tudta ezt. És tudja most is, hogy akkor megállapította Ádámról, hogy nem jó neked egyedül, úgy megállapítja ma is. Látja, hogy magányos vagy. Hiába, akármik ha kiegyensúlyozott is a házastársi kapcsolatod, akkor is magányos vagy, egyedül vagy. És Isten azt mondja, szerzek neked egy segítőtársat, hozzád illőt. És az ember azt mondja, hogy
új feleség a láthatáron? Hát ez érdekel. És azt mondja Isten, nem. Valaki másról van ma szó. Isten valaki mást küldött el neked, hogy legyen a te társad. Az ő fiát küldte el, Jézust. Jézus Krisztust. Látja, hogy nem jó neked egyedül, és azt mondja, na adok neked egy hozzád illő segítőtársat, az én fiamat, Jézus Krisztust. Aki a Szent Szellem által ma is közöttünk van. Holnap pünköst, és Jézus szava beteljesedett, nem hagylak benneteket árvákul, eljövök hozzátok, és veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Velünk van Jézus, az ő szelleme által. Valóságosan van jelen, ő feltámadt és él, és itt van, és beköltözhet a szívembe, és egy segítőtársam nekem, az életemnek a társa. Erdélyben úgy mondják a feleségre, hogy az élettársam. Mikor ilyen jó, tisztes, hitben megöregedett bácsik mondták ezt, élettársam, te jó ég, mondom, Erdélyben, micsoda erkölcsök vannak már. Azt rájöttem, hogy ott még a régi értelemben használják, mi már ezt modernizáltuk. De ott a házastársára mondják azt a régiek, hogy az élettársa. Na, Isten élettársként adta nekünk az ő fiát, Jézust. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy Katinak, különösen Norbinak az életére láttam rá abban az időben, amikor ő az élete társának választotta Jézust, Jézus meg őt. És ez egymástól függetlenül megtörtént az ő kettejüknek az esetében. Megvan a hozzám illő segítőtárs. Nem vagyok már egyedül. Velem van az én Istenem. Velem van az én megváltóm. Velem van az én megmentőm. Na, ha ez megtörtént, akkor lehet házasodni. Akkor most már az is megtelik élettel. Az is megtelik élettel. A házasság is megtelik élettel. Izgalmas lesz. Kihívásokkal tele lesz. De van már egy olyan társam, akihez mindig oda mehetek. Még az örömeimmel is oda mehetek. Nem csak a bajaimmal mehetek oda Jézushoz. Uram, köszönöm neked az én csodálatos feleségemet. Vagy köszönöm azt, hogy az én csodálatos férjem hozott nekem egy csodálatos csokorvirágot. Szóval az örömeimet is oda vihetem hozzá, a bánataimat is oda vihetem hozzá. Ő az igazi élettársam, amikor a feleségem nem tud mellettem lenni, mert beteg, mert lehet, hogy éppen gyermeket szül a kórházban, és bent kell még feküdnie, vagy elutaztam munkahelyi kötelezettségek miatt. Akkor is Jézus ott van velem, az én élettársam, akit az Isten mellém adott segítőtársul. És most már én Krisztusban házasodok, Krisztusban űzöm a hobbimat, ha van, és akkor az megmarad azon a mértéken, aminek egy hobbinak maradni kell. Krisztusban fogom építeni a kapcsolataimat, és Krisztusban élem az életemet, és minden a helyére kerül. Isten ad nekünk egy csomagot, ezt így csomagba kapjuk a házasságot is. Krisztussal együtt kapjuk meg a házastársi hűséget, a házastársi boldogságot. Amikor mi házasodtunk a feleségemmel, akkor én bizonyságot tettem a nász nép előtt, és elmondtam, hogy mi soha nem fogunk elválni. Na hát ezt tudták, hogy ilyenkor ugye ezt illik mondani. Nem az, hogy lehet, hogy majd elválunk. Hát ilyet nem illik mondani a házasságkötéskor. Hanem mi soha nem fogunk elválni. Ezt én megígértem, meg is tartom. Az indoklás az izgalmasabb volt, nem azért, mert annyira szeretem meg ő is engem, hogy mi soha nem fogjuk egymást elhagyni, hanem azért nem fogjuk egymást elhagyni soha, mert jobban szeretem Jézust, mint őt. És tudom, hogy a feleségem jobban szereti Jézust, mint engem. Na akkor így minden rendben van. Ez már akkor biztos alap. Mert Jézus tanít engem hűségre, megbecsülésre, szeretetre, meg virágcsokrot szedni. Hát az én kis agyamból ez soha nem pattant volna ki, ennyit érek. De az én jó társam mondta, hogy vigyél egy kis világot a feleségednek, szerest. Mondtam, Uram, megteszem. Tényleg szeretem. Mert tanulom valakitől ezt a szeretetet.
aki az ő szeretetéből értem felment a Golgotára. A szeretetnek a nagymestere. Nagymestere. Tanítómestere. Ő tanítson titeket szeretni. Ki fog fulladni, ami bennetek van, szerelem, megbecsülés, terv. Egyszer meg fogják tapasztalni, hogy kifogyott a tank. Hát, mikor indultunk, tele volt a tank, de olyan hosszú az út, hogy lement a szintmérő. Meg kéne tankolni. Egy mozgó tank van veletek, Jézus. És mindig feltankol benneteket. És akkor nem az lesz, hogy na, Jézus azt mondta, nem szabad elválni, csak folytassuk már, asszony. Nem így fogtok egymáshoz állni, hanem azt mondod, te én tényleg tudlak téged igazán szeretni. Igaz, hogy rossz csont vagy, meg én is, de mégis. Mert a nagymester egy újabb lépést tanított nekem. Mert a nagymestertől újabb leckét vettem. És ez a nagymester, a mi vőlegényünk, akikkel együtt ebédeltünk, már nagyon jól tudjuk, hogy a házasság az a Jézus és a gyülekezet viszonyának a kiábrázolása. Olyan a házasság, mint Jézus és a népe kapcsolata. És tudjátok, milyen a vőlegény? A vőlegény az megy a mennyasszony után. Hát azt nem lehet csak úgy lerázni, hanem az kitartó. A vőlegény az harcol, az küzd, az akar valamit. Annak céljai vannak, célkitűzése van. És a vőlegény ma itt van. A mennyei vőlegény itt van. Eljött ma erre a mennyegzőre. De jó. Megelőzött minket, hamarabb itt volt, mint a legelső közülünk. És berendezte ezt a termet, hogy szóhoz juthasson. És elmondhassa neked, hogy nagyon szeret téged. Jézus, a vőlegény, eljött ma, hogy megkérje a kezedet. És azt mondja, népet gyűjtök. Akarsz velem örökké élni? Akarsz bemenni a mennybe? Akarsz tőlem szeretni, tanulni? Akarod rendezni a saját lelki életedet, a családi életedet, az örök életedet? A mennyei vőlegény ma kész arra, hogy ezt megtegye veled. Megkéri a kezedet. És amikor a Norbi megkérte a Kati kezét, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy mi volt a válasz. Mert különben nem ülnénk itt. A válasz az volt, hogy igen. És a jó vőlegénynek a jó válasz az az igen. Van egy másik vőlegény, nem árulja el a nevét, a gonosz. Csak úgy settenkedik. A bűn képében mérgezi az életünket. Naponta mondjuk neki, hogy igen, igen, igen. Mert tetszik, mert jó leszik, mert édes, amit csinál velünk, mert kívánatos, amit csinál velünk. Mától azt kell mondani neki, hogy nem. Nem. Az én kislányom, a legnagyobbik gyerekünk, mikor megtanult beszélni, az első szó, amit tisztán magyarul ki tudott ejteni, hogy nem. Ez egy nagyon jó szó egyébként, csak rosszul alkalmazta, mert velünk szemben. De nem baj, hogy megtanulta, mert az ördögnek is tud nemet mondani. És amikor jön a mennyei vőlegény, ő nem titokban jön, nem hátsó szándékkal, nyíltan, mint ahogy én most beszélek. Megjelenti, én vagyok Jézus, és megváltó vagyok, valóságos vagyok, szeretlek téged, és ki akarlak váltani a halálból. Neki pedig azt kell ma mondani, hogy igen. Igen, Uram. Neked adom a szívemet, neked adom az életemet. És aztán elkezdenek helyreállni azok, amik összekuszálódtak, és elkezdődnek olyan dolgok, amik pedig nagyon-nagyon áldottak. Ez a drága pár így kezdi a házas életet. Jól startolnak. Hát folytassátok, nem csak egymásnak kell majd kedveskedni, csokorvirág, meg mit tudom én, színházjegy, meg ilyesmi, majd adok még tippeket, ha ez befejeződik, meg eddig is adtam, hanem Istennel is ez a helyzet. Ő is rejteget a számotokra nagyon sok ajándékot, és ti is ajándékozzátok majd meg az időtökkel, akár anyagi javakkal, az odafigyeléssel, az Isten tisztelettel. És ez a kölcsönös szeretet, ez összetart benneteket mennyei uratokkal és egymással is. Amen. Most eléneklünk egy éneket. Azzal lesz összhangban, amit hallhattunk az imént. 477-es ének, ezt már végig el fogjuk énekelni, 477-es,
meg vagy-e tisztulva.